Felújították a Kossuth-Lajos utcát, több mint 40 parkolóval gazdagodtak a lakók. Az adventista egyház tagjai a Kandó-Kálmán téri hajléktalan ellátóban osztottak meleg ételt. Számos programmal várják az érdeklődőket januárban is az MMK-ba. Köszöntöm nézőinket, önök a D+ TV híradóját látják. A DVG ZRT szakemberei számos helyszínen végeznek felújítási munkálatokat. Az egyik legnagyobb projekt a Kossuth-Lajos utca renoválása. Itt az új parkolók kialakítása mellett kátyúznak is a munkások. A Kossuth-Lajos utcában egyszerre két parkolóépítési munka folyt párhuzamosan. Egyrészt új állóhelyeket alakítottak ki, másrészt a régieket újították fel. Mellette a járda csatlakozásokat és a járda hibákat is leaszfaltozták. Egyrészt új parkolókat építettünk a Kossuth-Lajos utca 2-től 10-ig. Itt 41 darab új parkoló létesült, ugye ezt karácsony előtt sikerült befejeznünk és át tudtuk adni a lakosság részére. A másik oldalon pedig a 1927-től önkormányzati megrendelés alapján a régi betonburkolatú parkoló térkőburkolatot kapott. A régi parkolóhelyek aszfalt burkolatát térkőre cserélték. A 45 fokos parkolókat újra gondolva pár új férőhelyel is gazdagodtak a környék lakói. A kiinduláshoz képest azért kellett pluszköltséget hozzáadni. Innen is szeretném megköszönni mind Szepesi gazdasági alpolgármester úrt, mind pedig Domesvégóváros önkormányzatának azt a segítséget, amik a pluszköltségeket fedezték. Menet közben több olyan dolog is felterésre került, ami előtte még a tervekben sem szerepelt. Gondolok itt különböző vezetékekre. Itt durván egy 20-22 millió forintba került. A városrész felújítása a Zöldváros projekt keretében a Dózsa mozi centrum és környékének rendbetételével folytatódik. Idén tavalyhoz képest 3%-kal magasabb nyugdíjat utalnak át az érintetteknek, ami azt jelenti, hogy átlagosan bő 4000 forinttal érkezik több az érintettek számlájára havonta, mint 2017-ben. Közölte Rétvári Bence, parlamenti államtitkár. Pénteken már banki utalással megkezdték a kézbesítést, és január 16-ától postai úton is érkeznek az emelt nyugdíjak. Ez körülbelül 2,7 millió embert érint, köztük 2 millióan vannak az öregségi nyugdíjasok. Emellett érinti a nyugdíjszerű ellátásban részesülőket, az árva ellátásban, a megváltozott munkaképességűeknek járó ellátásban, az özvegyi járadékban, rokkantsági ellátásban, illetve a baleseti járadékban részesülőket. Rétvári Bence azt mondta, hogy ha javul Magyarország gazdaságának teljesítménye, akkor fontos, hogy ezt az idősek, nyugdíjasok is érezzék. Egy tál meleg étellel, süteménnyel és egy kis előadással kedveskedtek vasárnap délben az adventista egyház tagjai a Kandó-Kálmán téri hajléktalan ellátó intézményben az épp ott tartózkodó rászorulóknak. Ételosztással készültek az adventista egyház tagjai, akiknek fő célja, hogy havonta egy-egy alkalommal elutaznak a környező településekre, hogy az ottani igényeknek megfelelő segítséget nyújthassanak. Így a hideg időben főleg meleg ruhával vagy meleg étellel adakoznak. Hát nagyon sok rászoruló ember van. Az elsődleges célunk az lenne, hogy valahogy visszaintegrálni őket a munkahelyekre. Az lenne a legjobb. De mivel ezt nem tudjuk mi megoldani, túl kicsik vagyunk ehhez, ezért néha hozunk élelmiszert az embereknek. Ez most egy főtétel lesz, egy krumpli gulyás, és hoztunk süteményt, kenyeret, és hát ilyen kis apróságokat mindenkinek lesz egy zacskója, amit most fog kapni. És rendszeresen például érden 340-400 adagot viszünk ki, most ide csak 90 adagot hoztunk, tehát általában igyekszünk annak az igénynek megfelelően, ami ott van, valamilyen módon megfelelni. Az interjú ideje alatt megszólaló fuvola hang sem volt véletlen, hiszen az ellátottaknak műsorral is készültek, melyben három önkéntes segítkezett. Közülük az egyik Fűr László volt, aki több szálon is érintett. Jó barátságban vagyok azokkal, akik az ételt készítették, meg szeretek zenélni. És én hiszem azt, hogy ezek a dolgok szebbé, jobbá tudják tenni a hétköznapjainkat, nem csak azoknak, akiknek zenélünk vagy ételt osztunk, hanem azok, akik teszik, azokra is jó hatással van ez vissza. Én azt hiszem, hogy sok ilyen vállalásra van szükségünk, hogy ne az önző életet éljük, vagy folytassuk, ami ugye zsigereinkben benne van, hogy szeretünk kedvezni magunknak, hogy kedvezzünk egymásnak is.
A Kandó Kálmán téri intézmény jelenlegi üzemeltetője 2018. január 1-től vette át a működtetést, így ők az említett telephelyen most kaptak először külső segítséget. Az intézmények vezetője elmondta, nagyon szívesen fogadnak minden felajánlást. A papírgyári úti szállón az volt a gyakorlat eddig, hogy hozták. Tehát nem kellett külön bejelentkezni, nem kellett engedélyt kérni a városi rendezvényeken, amik megmaradtak, ételek, azokat elhozták az alapítványhoz, és mi kiosztottuk. Tehát nem kell semmilyen különös regisztráció ahhoz, hogy mindenkitől szívesen fogadjuk a felajánlásokat. A Kandó Kálmán téri hajléktalan szállón jelenleg 29 fő lakik. A vezetők elmondása szerint télen szinte végig legalább 80%-os kihasználtsággal működnek. Már lehet jelentkezni a helyi választóbizottságoknál az április 8-ai országgyűlési választás szavazatszámláló bizottságaiba. A bizottságok legalább 5 tagúak, akiket a képviselőtestület választ meg legkésőbb március 19-én 16 óráig. A kiválasztott személyek oktatáson, felkészítésen vesznek részt, a szavazás napján pedig hajnaltól a szavazatok összeszámlálásáig a szavazókörökben segítenek a választás lebonyolításában. Ők állapítják meg a választás szavazóköri eredményeit. Az áprilisi voksoláson mintegy 11 000 szavazatszámláló bizottság működik majd. Munkájukért díjazást kapnak, ami 35 000 forint, és mentesülnek a szavazás napját követő munkanapon a munkavégzés alól. Fontos előírás, hogy csak az adott országgyűlési egyéni választókörzetben állandó lakcímmel és választó jogosultsággal rendelkező lakosok lehetnek a választási bizottság választott tagjai. A Munkásművelődési Központ munkatársai januárban is számos programmal várják az érdeklődőket. Az elmúlt hétvégén már megkezdődtek az események, amikor activity partira és felnőtt táncházra invitálták a kikapcsolódni vágyókat. A továbbiakról az MMK igazgatója Kovács Rózsa számolt be. Január 22-én lesz a Magyar Kultúra napja, ezt az Iris Verszínpad a napján fogja ünnepelni, tehát egy teja délutánra várjuk a kedves vendégeinket. 19-én pedig a versbarátok tartanak egy rendhagyó Magyar Kultúra napi köszöntést, szintén az intézményben lesz lent a Földszinti Színház teremben, ugye mind a két rendezvényünk díjmentesen látogatható. Az Open Mic klubunk a szokásos utolsó pénteken, tehát 26-án a Földszinti Színház termünkben tartja a koncertjét, ide a nyugdíjas zeneszerető, fiatal zeneszerető közönséget várjuk. Január 26-án még egy programmal kedveskednek az érdeklődőknek az MMK munkatársai, ugyanis Pálinkás István, a Dunalimesz főszerkesztője a magyar korona történetéről tart könyvbemutatót. 29-én pedig elindul a Testünk a Csoda című interaktív kiállítás. Az egyhetes programot pedig dr. Havas Szonya zárja a demencia témával. Január 20-án pedig Szőnyi Ferenc ultratriatlonista tart majd élménybeszámolót. Bővebb információkért látogassanak el a www.mmkkht.hu honlapra. Legfontosabb híreink következnek még egyszer, röviden. Felújították a Kossuth-Lajos utcát, több mint 40 parkolóval gazdagodtak a lakók. Az adventista egyház tagjai a Kandó Kálmán téri hajléktalan ellátóban osztottak meleg ételt. Számos programmal várják az érdeklődőket januárban is az MMK-ba. Híradónkat látták, most időjárás jelentés következik, utána a Hír Plusz, majd a Sportvárossal várjuk Önöket. Anyagainkat és műsorainkat a www.dplusztv.hu honlapon újra megtekinthetik. Tartsanak Önök továbbra is, viszontlátásra! Köszöntöm nézőinket! Kedden sokfelé várható csapadék, északon és keleten eleinte még hó, majd egyre inkább eső formájában. Többfelé ónos eső is előfordulhat, a déli szél feltámadhat, viharos lökések is kísérhetik. Hajnalban fagy, napközben -2, +10 fok valószínű. Szerdán marad a borongós idő, sokfelé esővel, helyenként havas esővel, a hegyekben hóval. Egyre többfelé felerősödik az északnyugatira forduló szél. Reggelre -4, +2 fokra számíthatunk, napközben 0-7 fok várható.
Csütörtökre napos idő valószínű, néhol lehet még eleinte kisebb csapadék. Az északnyugati szél többfelé viharossá fokozódhat. Hajnalban mínusz 5 plusz 1, napközben 2-8 fok közötti maximumokra van kilátás. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!